Józsibá, húzd rá! Szerintem megvagyunk. Előre! 1-2-H, 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 1-2-H,
Nagyon jó, legyen lendülete! És indulunk előről! A csalogatás, egyik párra! Csak akkor cserél, ha van kedved, azaz! És megyünk előre! Egy-két-há! Egyet hagyja, gyere haza, Gyurka, megfőtt a koszulyka. Megyünk még, hagyj! Gyertek beljebb, nyugodtan, jó? A következő táncunk úgy fog kinézni, hogy kettő lány lehetőleg. Gyertek még, töltsük fel, itt nem kell ez a nagy lyuk. Kettővel szembe egy! És indulunk cserélni! Egyet, kettő, három, négy! És vissza! És indul a forgás! És előre, hogy nékem is volt egyszer a több, de az olyan volt, ha egy nap nem láttuk egymást, két nap beteg volt. Nékem is volt egyszer a több, de az olyan volt, ha egy nap nem láttuk egymást, két nap beteg volt. Indulunk előre, átsétálunk a lyukon. 7-8! És jön a forgás, 1-2-3-4-et! Forgás meg! Na van még benne egy, hogy nékem is volt egy szeretőm, de az olyan volt, ha egy nap nem láttuk egymást, két nap beteg volt. Ha egy nap nem láttuk egymást, két nap beteg volt. Hadsza rózsába kezdve sírjünk egyet. Nagyon jó, köszönjük szépen! Józsibá, fogunk egyet ugrani egy trekket! Jöhetünk körbe a következő táncunkhoz! Vissza! Nagyon jó, na húzd rá! Három és egy, két, há, négy, vissza!
majd az érdekessége, hogy folyamatosan gyorsulunk egy kicsit, jó? Lehet dobogni közben, meg minden gyorsabb, annál jobban szökkenni. Hopp! Nagyon szépen köszönjük, Szabolcs Néptánc együttest látták és hallották itt a színpadon és a színpad előtt. További jó időtöltést kívánunk mindenkinek! Előjáróba csak annyit mondanék, hogy amik éppen a jófajta tokai boroktól megrészegült poroskarapos gazdák, fals nótázásán pironkodva kacagó, takaros faros, piros posgás menyecske, 77 ráncra vasolt 33 alsó szoknyájának, szép kerek formájába gyönyörködő, hegyke bajuszát igencsak pedergető, betyárfattyú, ezüst pütykés arany passzomántos dolmányának zsebe mélyén meghúzódó, Anglia-Francia veres sarka háromlábú petyegetett kankutya bőriből való dohányzacskójának, hetet hétrét hasított veres szatyán bőr sallangjai kiomlanak és aláhullanak a csizmája száráig, úgy hújjon alá jó Istennek áldása is az itt összesereglett ünneplő gyülekezetre. Éljen! Köszönjük szépen! Szólítom ide Böröcki Balást, Böröcki Gergőt és ifjabb Böröcki Balást a színre. Gyertek fiúk, Makláról érkeztek. Tessenek őket megtapsolni, bátorítsák főleg itt a ifjúságot. Makláról érkeztek Balázsék. Én Csaba által ismerem őket. Úgy tudom, hogy ők is a néptánc felől közelítik a magyar hagyományokat, de nem csak saját családjukon belül, hanem szülői vonalon is elég erős indítatás érte itt idősebb Balázs a magyar néphagyományok megismerésébe, éltetésébe, és ebből szokott következni, mint ahogy az majd kiderül a későbbiekben is, hogy egy idő után az ilyen elhivatott emberek rátalálnak a pitykegombokra is, aki igényes, hiteles viseletet szeretne hagyományozó tevékenységéhez, az rátalál a pitykegombok varázslatos világára, amivel ugyan vigyázni kell, mert könnyen beszippantja az ember. Megint három szép szál férfi és legény. Békésről érkeztek, és egyszer talán pont tőlem hangzott el a valami előadás kapcsán, hogy a Mahovics fiú pitke alapú nevelésben részesülnek az apjuk által, mert Tamás is jó ideje, hát igencsak elkötelezett hagyományozó tevékenységet végez, és ehhez a viseletek, pitykék gyűjtése, viselése is hozzátartozik. És hát ugye, ha azt mondták legalábbis régen, ma már nem igazán használják ezt a fogalmat, hogy ugye a jányokat kistafírozták, ismerik még idősebbek ezt a fogalmat? Akkor a fiúkat meg kipitykézték, szerintem már Tamás is, biztos vagyok benne, hogy a fiúknak már megvan a hát hozománynak megfelelő pitke soraik, vagy pitkés viseleteik. Ők egyébként a saját, ahogy mondani szokás, szűke pátriájuknak a hagyományait igyekeznek minél alaposabban megismerni, bemutatni, és például Tamás a Dévaványai Tánckultúra és Néphagyományok gyűjtése által ismert a néptáncos mozgalomba, de neki is átadom inkább a mikrofont egy pár keresetlen mondat erejéig.
Köszönöm szépen, itt is áll az autó áram, már így benne vagyunk ebben a történetben. Mahovics Márton fiam, ő is táncos, Tamás fiam is táncos. Ez egy szekhalmi pásztornak a mellénye, fordulj meg, légy szíves. És 19. századi ezüst gombok vannak rajta, de maga a hímzett mellény se kutya. Barsi Csaba és Barsi Kata, tapsolják meg bátran őket, amíg felveszik itt a színpad közepén a helyüket. A Csabáról ugye már annyit elmondtam itt az elején, hogy ő a jelenkori magyarországi pityke kutatásnak a elindítója, képviselője, és ahogy én az elmúlt években megismertem és barátság szövődött köztünk, egy igazán dinamikus, energikus, lendületes ember, és hála jó Istennek a Pityke kutatásba is ezzel a vehemenciával, dinamikával vetette bele magát. Azért mondom, hogy hála jó Istennek, mert ez azt jelenti, hogy igen rövid idő alatt igen komoly eredményeket sikerült neki ezzel elérni. De én úgy gondolom, hogy az ő szemébe is talán a legnagyobb eredmény pontosan az, hogy most itt ezen a színen is a két gyermekével együtt állhat, hiszen itt is a családba ragadós a Pityke-s példa, bár Csabának a felesége is viseletkészítő, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy családba marad mindenféle Pityke és viselet. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit én is. A következő család a Bernát család lesz, és ők úgy kerültek bele ebbe a kis körbe, hogy a kicsi fiamnak a Balázs barátja. Bernát Tihárdot és Bernát Balázst látjuk a színpadon. Hát ők is a néptánc körül mozognak, mert hogy Ricsi tánctanár és táncházvezető, és Balázs is táncol. A következő család az nem apa és gyermekei, hanem férj és feleség, Rudolf né Matiscsák Eszter és Rudolf Vince. Ők a Színva völgyi táncműhely táncosai, és az a nagyon kellemes együttállása van az ő tudásuknak és előéletüknek, hogy nem csak táncosok is tudják viselni a viseletet, hanem az a két öltözet, ami rajtuk van, az gömöri öltözet, és Vincének vannak gömöri gyökerei. Őket is fogjuk még látni. Köszönjük szépen. Egy csárdás táncoljatok már, vagy három lépést, kérlek. Egyszerűen nem tudják abban nyelkezni. Köszönjük szépen. Egészséget. Óvári Péter egy abaúji mellényt mutat be önöknek. Az abaúji mellénynek meg is fog fordulni, hogy jól láthassák ne csak az elejét, ne csak, hanem a hátulját is, mert láthatjuk, hogy mennyire gazdag zsinórozása van. Ez egy tükörbársony mellény, passzománnyal, zsinórozással, és három sorba van rajta a Pityke gomb. Középen a gombolt sor az nagyobb gombokból, a két oldalt lévő díszsor a kisebb gombokból van. De a saját fiamról még azért hagyd beszéljek büszkén. Barsi Csabin egy tardi mellényt lehet látni, és egy tardi öltözetet. Hát a matyókat nagyon sokan ismerik, de ha matyókról szó van, akkor mindenkinek a mezőkövesdiek jutnak elsőként eszükbe, pedig Matyó falu a Tard is, és nézzük meg a Surcát is, milyen gyönyörűséges, nézzük meg a Lajbiát, milyen gyönyörűséges, meg fog fordulni. Nagyon szép a zsinórozása, még egyszer megfordul, és nézzék, milyen szép a pofia. Köszönjük szépen! Egy kis utat hagy kérjünk a lovasoknak ott a köves úton, jó? Vagy előrébb tessenek lépni, vagy hátrébb. Jönnének a lovasok le a zöld területre.
Jó. Most ne szóljunk bele. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon örülünk a jó időnek és annak, hogy ilyen sokan kilátogattak ide a múzeum faluba. Sajnos a tavalyi március 15-én nem alakult ennyire sikeresen, ami a látogatottságot illeti. Nagyon hideg volt, nagyon fáztunk. A lovak lehet egy kicsit még jobban, de most ennek az időjárásnak különösen nagyon örülünk. Ha mindenki ide ért, akkor bele is vágnánk ebbe a rövid kis bemutatóba. Sok szeretettel köszöntünk újra mindenkit, akiket most önök látni fognak, a Kisvárdai Huszár Bandérium tagsága, lovasegysége. Azt kell tudni rólunk, hogy 2017-ben alakult egyesületként kezdtük el a lovas hagyományőrzést ilyen huszáros karakterrel felruházva ápolni és közszemlére tenni. Nem vállaltunk egy egyszerű feladatot, tekintve azt, hogy folyamatosan élő állatokkal kell, hogy dolgozzunk. Ugye a ló a legnagyobb és legkedvesebb bajtársa a huszárságnak. Ezáltal rengeteg időt és energiát kell arra fektetni, hogy a lovaink azok felkészültek legyenek minden bemutatóra. Hogyha valamilyen hiányosságot tapasztalnának, akkor elnézésüket kérjük. Nyilván most ugye a tavaszi időszak az azzal kezdődik, hogy a lovakat ilyenkor télen kevésbé használjuk, viszont az első adandó alkalommal, amikor lehet és jó idő van hozzá, akkor kijövünk velük, gyakorlunk. Ilyenkor a lovak egy kicsit még ugye tele vannak, még látható rajtuk a téli szőrzet, ami nem sokára már ugye lecserélődik, levedlenek, és a rövidebb nyári szőr jelenik meg a lovakon. A csapatot most megkérném majd arra, hogy induljanak el, és egy kis mozgással vezessék le a lovakat, illetve vezessék körbe a lovakat, hogy mindenki jól láthatóan megszemlélhesse őket. Csapatunkban egyébként vegyesen vannak lovaink, heréltek és kancák is. Némelyikkel kicsit könnyebb bánni, némelyikkel picit nehezebb, ez mindig a gazdájának a felkészültségétől függően változik. A régi úszásságról annyit kell tudni, hogy mint lovas alakulat kifejezetten a magyarságra jellemző hadi csapatnemről beszélünk, hogyha a huszárokat említjük. Néhány esztendővel ezelőttől a huszárság már hungarikumnak számít, tehát innentől kezdve ugye teljes melszélességgel mondhatjuk azt, hogy a huszárság az a magyar hadszíntereken folyamatosan jelenlévő lovas alakulatot jelentett. A legkorábbi említése egyébként a huszárságnak az Mátyás királyig vezethető vissza, de nyilván, mint a könnyű lovas alakulat, az Árpád kortól már jelen volt a hadszíntéren. Csak még nem huszárnak hívták. Annyit kell róluk tudni, hogy ugye a lovas katonák azok nyilván a lóhoz hozzá vannak kötve szorosan. Egymással bajtársi szövetséget alkotnak. Nagyon fontos az, hogy egy jól betanított, jól idomított ló, az sokszor a gazdáját is ki tudja menekíteni egy-egy szorult helyzetből. Amit a mi lovainkról is hát el lehet mondani, szerintem büszkék is vagyunk rájuk, hogy nagyon szépen együtt tudnak dolgozni, de a huszárságnak mindig ez volt a feladata, hogy amikor nem vetették be őket éles helyzetbe, akkor reggeltől estig gyakoroltak. Ezeket a gyakorlatokat láthatják majd önök is most itt a csapat bemutatásában. Tehát ezek formagyakorlatok voltak. Azt hinné az ember, hogy hát ez teljesen egyszerű feladat, a lovak nem csinálnak tulajdonképpen semmit, a huszárok ülnek a hátukon és körbe-körbe mozognak, de elmondanám, hogy ez nem így van. Mi részt vettünk 2 héttel ezelőtt egy lovas alakiki képzésen, ahol hát bizony belénk verték azt a bizonyos tudást, ami előtte még hiányzott.
El kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen kiképzés kapcsán ugye folyamatos munkában vannak a lovak, és nem csak fizikai, hanem nagyon komoly szellemi igénybevételt is jelent a lovasnak is, és magának a lónak is az ott történő megfelelés. Folyamatosan tartani kell a távolságot egymás között, folyamatosan tartani kell a tempót, folyamatosan ugyanabban a testhelyzetben kell, és ugyanabban a jármódban kell tudnia közlekedni a lónak, attól függetlenül, hogy mi történik körülötte. Na most azt nem kell, hogy mondjam, bizonyára mindenki látott már lovat, a ló az egy menekülő állat. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy ő nem szeretne együttműködni, vagy pedig valamitől megretten, akkor nyilvánvalóan megpróbál az ellenkező irányba elmenekülni, kitörni. Hogyha a lovas nem elég felkészült, akkor ez a lónak sikerülni is fog. Hogyha meg tudja fogni, és vissza tudja állítani a sorba, akkor az ugye egy olyan maradandó emléknyomot hagy a lóba, ami később már a közös munkát is meg fogja könnyíteni. Régen, most a régen szó alatt ugye az Árpád-kort szeretném érteni, tehát olyan kor, amikor a lovas alakulatok csatáikat megvívták, hát nyilvánvalóan nem azokkal a fegyverekkel és nem olyan felszereltséggel kell őket elképzelni, mint ahogy most a huszárokat láthatjuk. Teljesen más fegyvereket használtak, ugye íjjal voltak a lovasaink felszerelve, szóró és vágó eszközeik voltak, ezen kívül kopját és szabját használtak. Na most a szabja az egy nagyon régre visszanyúló, formailag is és használatban is régre visszanyúló fegyver, amit a huszárság szinte az idők kezdete óta folyamatosan használ, és nem is ment ki a divatból, a huszárság feloszlatása pillanatáig használták ezeket a vágó fegyvereket. Ezek a szálfegyverek voltak azok, amik az elsődleges fegyvereit jelentették a huszárságnak, ugye ez az oldalukon lóg, megfelelő vezényszó használatával ezeket a fegyvereket be tudták ugye ütemezni a mozgás mellé, szabját rántottak, és hogyha kellett, akkor ugye erőteljesen tudják őket használni. De a szabja az nem vívásra való eszköz, hanem vágásra szolgáló vágó eszköz. Mint a neve is mondja, ugye hát szabja az ellenséget. Akkor, amikor a huszárok a szabját nem tudták használni, mert még az ellenség nem volt olyan közel, hogy vágást lehessen rajtuk ejteni, akkor kézi fegyvereket használtak, ugye ezek fekete lőporos lőfegyverek voltak, előltöltős fegyverekről beszélgetünk, ugye a csata előtt megtöltötték a páros pisztolyaikat, és a nyereg első kápáján található fegyver tokban rögzítették azokat. Ezek egyszer használatos fegyverek voltak, ugye nem táras fegyverekről beszélünk, hanem egyszer megtöltötték a csövet, aztán utána, hogyha elsütötték, igazából már nem is nagyon lehetett másra használni, csak fordított állapotba koppintani egyet vele az ellenségnek a buksijára. Hogyha nem találta el vele az ellenfelét, mert ugye a csövei ezeknek a fegyvereknek nem voltak húzagolva, és hát esélyes volt, hogy a hatalmas szikra és füstfelhő kicsapódása után nem valószínű, hogy találat érje az ellenfelet. Ugye pontos célzást nem nagyon lehetett vele leadni, célzott lövést, ezért ha már nem tudta használni, és közelebb került az ellenség, akkor rántott szabját, és úgy tudta magát védeni. Az még hozzátartozik a felszerelésükhöz a huszároknak, hogy jobb kézzel használják a kézi fegyvereiket, tehát a szabját is, és a lőfegyvereket is. Bal kézzel irányítják a lovat, tehát a bal kéznek a védelme az egy nagyon fontos pontja a huszár viseletnek. Mivel, hogyha megszűnik a ló irányítása, onnantól kezdve ugye igencsak nehéz dolga van a huszárnak, mert, mint említettem korábban, a ló egy menekülő állat, tehát hogyha ágyú tűzzel szemben kell neki berohanni egy csata kellős közepébe, akkor bizony kell oda egy bizonyos határozottság és nyomaték, amit a huszárnak meg kell tennie ahhoz, hogy a ló arra menjen, amit igazából nem szeretne természetes menekülő ösztönéből adódóan. Tehát azok a kantárzatok és a huszároknak a csizmáján látható sarkantyú egy nyomaték a ló tudatába, hogy mégiscsak arra forduljon, amerre ő nagyon nem szeretne. Tehát ezek a feszítő zablák, illetve pelhám zablák dupla szárral vannak ellátva.
Ugye ez a kormány a lovon, hivatalosan így is lehet nevezni, hogyha nagyon egyszerűre szeretném lefordítani a működési elvet. Ugye, hogyha balra húzom a szárat, akkor a ló balra kanyarodik, ha jobbra húzom, jobbra kanyarodik, ha két szárat egyszerre húzom meg, akkor elvileg a ló megáll. Na most azért mondom, hogy elvileg, mert ugye itt még nagyon sok minden múlik a lovaknak a saját önálló akaratán, de hogyha mégse azt akarják csinálni, amit kell, akkor jön a gázpedál, ami ugye a csizmán található sarkantyú, egy határozott mozdulattal, ami igazából nem fáj a lónak, egy bökést jelent csak az oldalán, lehet tulajdonképpen irányba állítani a lovat, azokat, akik ugye ezzel ellen egy kicsit tiltakoznak, vagy pedig olyan közegbe kell őket bevezényelni, ami nem nagyon tetszik a lovaknak. Ezáltal a mozdulat által egy ilyen finom csizma mozdulatot kell ez alatt érteni, mielőtt még az állatvédők itt fellázadnának. Tehát nem rugdossuk a lovakat, hanem egy finom csizma mozdulattal vesszük arra rá, hogy már pedig itt most nem ő neki lesz az akarata érvényesítve, hanem a lovasának. A lépésben való mozgás mindig azt a célt szolgálja, hogy egy adott feladatot nyugtázzunk a lónál. Tehát ez tulajdonképpen egy jutalom, ami a lovacskának a teljesített feladata után kijár. Ugye általában emellé a huszárnak érdemes még a lovanyakát megsimogatni, olyankor ugye a ló biztosra veszi azt, hogy jól teljesítette a feladatot, nem kapott rossz parancsot, nem keveredik össze az állat, ezáltal nagyon könnyen lehet utána a következő feladatra ráhangolni, anélkül, hogy a ló elkezdene ellenkezni ez ellen. Az alaki mozgásoknak ugye a lényegét azt nagyjából összefoglaltam, de azt még hozzátenném, hogy ezek a gyakorlatok, amikor vonalban vagy egymás mellett mozognak a lovak, irányt változtatnak, átlót váltanak, megtanulnak egymás mellett menni, erre mind-mind akkor van szükség, amikor vagy járőrben szolgálnak a huszárok, vagy pedig egy nagy méretű alakzatba, egyik pontból a másikba át kell, hogy jussanak. Ugye ezekkel a lovakkal a huszárok hatalmas távolságokat tettek meg, biztos kevesen tudják, de egy-egy napi járőr szolgálatnak a kilométer mennyisége az gyakran meghaladta 45 kilométert is. Ezt nyerekben kellett lelovagolni egy nap. És ugye másnap ugyanúgy meg kellett csinálni a járőrszolgálatot, tehát nem volt igazából választási lehetőség, ezt mindig meg kellett cselekedni. Ráadásul a régi lófelszerelések, hát azok tulajdonképpen teljesen másképpen néztek ki, mint azok, amiket mai nap megszoktunk és használunk. Ugye a mai kornak a kényelmi szempontjai azok, hát hogy is fogalmazzak, hogy ne sértsek meg semmilyen nyerekkészítő, gyártó és egyéb forgalmazó céget. Minden igényt ugyan kielégítenek és fel vannak arra készülve, hogy a lovaknak is és a lovasoknak is a legmegfelelőbb minőséget állítsák elő, de sokszor sajnos elfelejtik a funkciót. Tehát, hogy ezeket a régi eszközöket a magunk elé képzeljük, ugye a favázas nyergekről beszélek, amiket használtak a huszárjaink, a nyergelés stílusa teljesen más volt, a lovaglási stílus is teljesen más volt, mint a mai. Tehát sokszor látjuk, ugye, hogyha felvonuláson vagy egyéb alkalmakon megjelennek a lovasok, vagy díjlovasokat, most teljesen műfajtól függetlenül szeretnék pár ilyen alkalmat és lehetőséget kiemelni. Ott ugye folyamatos megjelenésnél láthatóak a lovas mozgások, ugye az ügetés tempójába, a vágta tempóba, vagy akár a sétába is, hogy hogyan ülnek a lovasok a lovaikon. Most a régi nyergekben teljesen másfajta stílusba kellett ezt megcselekedni, máshogyan kellett használni, máshogy kellett a lovat fölnyergelni. Ugye a huszároknak sajnos nem volt arra lehetőségük, hogy egy csapatmozgást lekísérve őket bármi nemű teherautó, harci jármű vagy egyéb eszköz kísérjen. Ugye erre technikailag se meg se, hogy nem voltak felkészülve, és emiatt a lovas huszároknak minden felszerelésüket magukkal kellett vinni. Tehát a lovaikat úgy nyergelték föl, hogy nem csak hogy a téli-nyári ruházatukat magukkal kellett szállítsák,
hanem a lovak felszereléseit, a sátor tábornak az alkatrészeit és kiegészítőit, a lovak abrakait, az itatóvedret, a patkó felszereléseket, a patkoláshoz szükséges kellékeket, mindenkinek saját porcióra szabott takarmányt fel kellett tudni rögzíteni a lovára, hogyha egyik pontból a másikba átlettek vezényelve, és ugye bizonytalan volt a kimenetele a megérkezésnek, akkor mindent fel kellett máházni a lovakra, és így indultak el. Hogyha egy egyenruhának az átlag súlyát és a nyeregszerszámnak az átlag súlyát mindehhez hozzáadjuk, és mondjuk egy nem túl testes huszárt veszünk alapul, aki mondjuk ilyen 75-80 kg, akkor körülbelül másfél mázsa súly megy mindennel együtt egy lónok a hátára, és ugye ezzel kell azt a bizonyos kilométer mennyiséget nekik megtenni ezelőtt 176 évvel. Hozzáteszem, hogy a mai napban sajnálatos módon én nyíltan kimerem jelenteni, hogy ehhez mi pudingok vagyunk, kérem szépen. Nem biztos, hogy ezt tudnánk csinálni, de megpróbáljuk, és minden igyekezetünkkel arra vagyunk rá hangolódva, hogy ezt hitelesen próbáljuk meg önöknek bemutatni. Na, nyilván nem fogjuk a lovainkat ilyen felszerelésekkel terhelni és tönkretenni, mert azért minden nap szükségünk van rájuk, meg nem szeretnénk, hogyha egyik hét a másik után a lovak nélkülözése mellett telne el. Hozzáteszem, hogy az egyesületünkben ugye mindenki hobbiként kezdett el a lovakkal foglalkozni. Rengeteg időt és energiát emészt fel egy-egy lónak a kiképzése, belovaglása, megtanítása az adott feladatokra. Hát munka mellett és család mellett nyilvánvalóan mindenki meg tudja érteni, hogy ez mekkora kihívást jelent, főleg, hogyha már nem csak hobbiként, hanem életformaként is szeretné az ember ezt csinálni, és tovább örökíteni azt, amit megtanul, hogy másoknak is a javára válhassék ez a bizonyos tudás. A lovasaink ugye folyamatosan az alaki bemutatókat tartják, még a csata kimenetelén, illetve a csata lovas csatáknak az apropóján annyit szeretnék megemlíteni, hogy nyilván a könnyű lovas huszárság nem attól könnyű, hogy ilyen nagyon-nagyon minimális felszerelésben vágtatnak a lovak hátán. Nincsenek rajtuk úgymond vértek, és nincsenek nehéz fegyverek a lovakon, és nincsenek egyéb védőeszközök a lovakra felszerelve. Tehát a könnyű lovasság az egy gyors reagálású hadtest, ha lehet így fogalmazni. Tehát pillanatok alatt irányt tudnak változtatni, kisebb egységekre tudnak bomlani, és az egységek önállóan is képesek parancsot végrehajtani. Ugye ez volt az egyik legnagyobb előnye a huszárságnak, hogy tulajdonképpen nem tudták lekövetni az ellenfél kicsit szigorúbb, szögletesebb kiképzéshez szokott hadseregei, hogy mire képes a magyar huszár. Ugye váratlanul bukkant fel, nagyon gyorsan le tudott csapni, olyan pillanatok alatt el tudott tűnni a hadszíntéről, hogy tulajdonképpen azt se tudták, hogy hova lett egy századi huszár, aztán hirtelen a másik irányból rájuk rontottak. Hát ez utánozhatatlan és irigylésre méltó volt minden külföldi hadsereg szemében. Ezért is terjedt el olyan nagy sikerrel a huszárság számos európai országban, és vették át ugyanezt a könnyűlovas felszereltséget és hadtestet, és alakították ki a sajátjaikat. Ugye nem volt ritka az sem, hogy magyar huszárokat kértek fel arra, hogy a saját hazájukban mindenki, akár a franciáknál, angoloknál, Belgiumban, vagy még akár a tengeren túlon is, tehát az Amerikai Egyesült Államokban is alapítottak magyar huszárság mintájára könnyűlovas hadtestet, sőt Ausztráliában is így alakult meg a huszárság. Tehát hihetetlenül komoly átütő erőt képezett, ugye mindaddig, amíg a tüzérség fej nem fejlődött arra a szintre, hogy már tulajdonképpen a gyorslövetű gépágyúknak a használata után már a huszárság tulajdonképpen kikopott a használatból. Bejöttek a rejtőszíneknek a használatai, amik az egyenruhákra is hatással voltak. Ugye ezek a fényes menték dolmányok, amiket a huszárokon most látunk,
ezek már teljesen átalakultak, de a most látható egyenruháknak viszont az volt a jelentősége pont, amit ugye próbáltak később eltüntetni, hogy hát látható volt az, hogy kivel küzd az ellenség. Ugye a tisztek és a közhuszároknak a ruházata eltér egymástól, de csak zsinórozásában. Az alapruha színe az minden esetben ugyanaz, a tiszteknél vagy ezüst zsinórozás, vagy pedig az aranyszínű zsinórozás volt az, ami megkülönböztette egymástól az egyenruhákat. Minden esetben ugye a rangnak és a tiszti fokozatnak a megmutatása volt a cél. Ugye kellett tudnia a csapatoknak, hogy kitől jön a parancs, kinek az utasítására kell azt végrehajtani. Most ugye egy ilyen könnyű vívás gyakorlatot láthatunk, ugye egy kis lovas üldözéssel, szabja használattal, csapással és vágással, ugye a fejre és a nyakra irányított vágások azok, amik az elsődlegesek, aztán ugye a felső test és legvéső esetben a ló. Tehát azt, mivel a huszár tudta, hogy hát nem volt szíve, na mondjuk ki őszintén, nem volt szíve az ellenségnek a lovát bántani, tehát inkább lefegyverzés volt az elsődleges szempont, harcképtelenné tétel, vagy kiütötte, kirántotta a nyerekből az ellenfelét, vagy hogyha meg tudta vágni olyan helyen, ahol már ugye harcképtelenné vált, onnantól kezdve nem folytatta vele a küzdelmet, tehát azért az etika és a harci morál az teljesen más volt, mint a mai világban az ember ugye megszokta. Ugye most ugye az a jellemző, hogy messziről egy távcső mögül kilövik azt, aki nem tetszik. Régen nem ez volt a divat, szemtől szembe vívták meg a csatáikat, sőt, volt és erről dokumentált esemény is. Köszönjük szépen! Dokumentált esemény is feldolgozták, még filmen is ugye a Jókai féle történetben is megjelenik, a Kőszívű ember fiaiban a Palvic Ottóval vívott baradai huszárnak a párbaját, hát igen, ott még volt emberség, volt tisztesség, volt huszárbecsület, amikor a két seregnek a kapitánya kiállt és megvívott egymással, és ezért ugye a győztes az átengedte az ellenfélnek a stafétát, és nem folytatták az embertelen öldöklést. Hát mutasson nekünk valaki ilyet a mai világban, hát nem nagyon divat. Köszönjük szépen! Nagyon jól teljesítenek a lovak, ilyenkor minden esetben ugye jár a jutalom, egy kis dörgölőzés, lekantározás. Ugye a lovak, mivel használatban vannak, ilyenkor még a stressz is rádob egy kicsit, és izzadékonyak, sokszor ugye ez a verejték, ez csipi a lónak a bőrét, elsősorban ugye a feje az, amit a legkönnyebben oda tud dörgölni bárhova. Tehát arra kell figyelni ilyen esetekben, amikor a huszárok leszállnak a lovakról, hogy a ruhát a ló ne tépje le róluk, amikor esetleg egy ilyen fölkantározott mozdulattal hirtelen oda dörgölőzik hozzájuk. Nos, az egyenruhákról nagyjából elmondtam, ami a lényeg volt, viszont lesz egy hosszabb lélegzetvételű egyenruha bemutató nem sokára fönt a templom előtti színpadon, oda is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ott többféle egyenruhát is be fogunk tudni mutatni. Vannak velünk tüzérek, akiknek szintén az egyenruháit meg lehet majd mustrálni, illetve még a mieinkről is fogunk néhány szóban egy ilyen kis összefoglalást önöknek előadni. A huszárjainknak nagyon szépen köszönöm a programot. Még annyit kérnék tőletek, hogy lesz egy kis kamerafelvétel, amire szeretnénk, hogyha egy kisebb mozgást, majd nyilván itt a kolléga úr elmondja, hogy miről lenne szó, egy pár percről van csak szó. Valószínű, hogy vissza kellene majd ülni a nyerekbe, és egy kicsit mozogni, még a lovak is le lennének jártatva, stb. 2 perc, 5. Köszönjük szépen, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a színpadra.